tető? Igen. Faszod. Nem ütötted meg nagyot? Az nem baj. Sőtűzhetjük a kiskával. Hát, halom. Elég kellemes az idő. Ha. Jó sokat vártunk a komnak az aljába, hogy kijöhessünk mennyit. Te egy órát biztos. Egy órát körülbelül. Egy helybe. Most úgy gyorsan megkajálunk, iszunk egy hideget, aztán... 3-4-2-kor még semmi nem történt. Tűz a szállásra. Ha. Aztán kipakolunk és levetkőzünk végre. A kedvenc részem. Yeah. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa. Things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see a God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up. I'm not giving up yet. I feel that it's my time. So I'ma give it everything. Átvettük a szállást, egyre ügyesebben megy ez a kommunikálás nekünk, olyan zökkenőmentesen ment, mint a húzat. Hamarabb átvettük, mint a franciák. Hát. Pedig azok egymás nyelvét beszélték. Jó, mondjuk ők éppen kijelentkeztek és valami problémáztak. Igen. Ha mindegy, akkor is hamarabb végeztünk.
elmegyünk boltba, szerzünk vacsorát, itt vacsorázunk, meg itt reggelizünk, fönt a szálláson. Szombatra kértünk reggelit, akkor hagyjuk majd el a szállást. Szóval úgy gondoltuk, hogy nehogy az legyen ilyen disznó módjára, mindent meg kell lennie, hogy szokott indulás előtt, hogy igazából jobban járunk, hogyha itt kérünk egy reggelit, ez ilyen svédasztalos, jó bekajálunk, azt akkor nem kell ilyen maradék vajakat, meg ilyeneket cibálni, ahogy most, hogy százfele gurul a szilva, és már akkor is elég érett volt, mikor elindultunk. Na mindegy. Úgyhogy mindjárt megyünk a boltba, fürdünk, vacsorázunk és alszunk. Végre. Igen. Mai nap az olyan pihenős lesz, nem nagyon megyünk szintén sehova, aztán majd meglátjuk. Kicsit átbaszós a szállás, mert azért így lemenni a városközpontba gyalog egy jó 20 perc szerintem. A kávéfőzés soha nem egyszerű egy szálláson. Vagy nincs kávéfőző, vagy hiányzik hozzá valami tartozék. Hát nem kéne, ez olyan volt a kávéfőző, amihez kéne ez a papír izé, de már miután megvettük a kávét, azóta jutott eszembe, hogy nyilván olyat is kellett volna. Lefőztük a kávét, de tiszta íze. Tiszta zac. Nézzétek, hogy lehet ügyesen leszűrni. Ez mi életem? Most rondruhám. De valami nagyon nem látszó kis sarkán. Hát a két sarka közül az, hogy várjál, így kell felvenni. Így. Jó, akkor ez a sarka nem is látszik. Szerintem itt vagy ott, jó? Ott jó. Nem tudsz kisebb részbe fogni belőle? Úgy teljesen a sarkát. Kicsit hagy lazán. Öntsed már. Öntöm már. Most szólok, hogy ha te le a bögre. Elég. Másik. Azt már maradékot belentetek. Van egy szűrű. És a másik még, amit lecsepegett? De se fogta. Tényleg? Ez nagyon jó maga. Akkor megvan a tuti kávéfőző szűrő. A tuti kávéfőző szűrő szert. Fogsd még, ha majd meg is szárod. Kell lennél szebb. No. Kire? Igen. Ennyi? Na, a mai napra a Cap Course lesz az úti cél. Az egy félsziget itt a sziget felső északi részén. Tudta, de éljetem, hogy ez egy 40 km hosszú félsziget. És 10 km széles a legszélesebb pontja. 40 km hosszú, 800 km a Cap Course távolság? A sziget, a félsziget az 40 km hosszú. Maga az út, az a D80-as visz rajta körbe, az egy 100 km-es táv. Gyakorlatilag a sziget... Jó, hát, mert kacskaringózik az út. Ja. Tehát körülbelül innen indul ez a Szent Florent, ahol vagyunk. És körbe lehet rajta menni, és vissza lehet jutni Bastiáig. Ugye ez onnan jöttünk tegnap át, az meg egy 25 kilométer. Összességében ez egy 100 kilométeres túra lesz. Most pont ez az oldala, ahol vagyunk, ez a szebb, keményebb terep. A másik oldal, a Bastia felőli oldal, az már egy kicsit ilyen lankásabb. Hát itt kezdünk, itt egyébként is olyan kevesebb a jól megközelíthető strand. Úgyhogy itt gyorsan átmegyünk ezen az oldalán, aztán a másik oldalon vissza, aztán lehet, hogy majd keresünk valami strandot, ahol lehet egyet fürdeni, hogy azért legyen az is ma. De úgyhogy ma jó motorozós nap lesz, azt tuti. Úgyhogy tartsatok velünk, megreggelizünk, aztán lassan indulunk.
tegnap sikerült megmenteni egy kis fecskét. Fészek szélébe kimászott, vagy nem tudom, és leesett. Vagyis ott kapaszkodott a fészeknek a szélén. És gyorsan oda megyek, hogy le ne essen. Hát alátettem valamit, és pont akkor ráesett. Úgyhogy kiesett volna. Aztán innen a másodikról szerintem nem élte volna túl, úgyhogy gyorsan visszaszuszakoltam a fészekbe. Hát úgy látom, most megvan mind a három kis fecske. Hordja itt nekik az anyjuk a kaját. Úgyhogy fecskét is mentettünk. A rossz bikernek üzennék, jó, nem zuhanyzó tesz, de egyébként a zuhanyzónk is pont ugyanilyen csodás, hogy Franciaországban egy ilyen középkategóriás szálláson, ami látott már szebb időket, ugye, hogy elnézem, csak szebb időket látott, így egyszerűen olyan a víz csak, hogy még formálisan se baszakodnak azzal, hogy meleg vagy hideg, mert amúgy mindegy, hogy mire állítod, van az, hogy csak úgy folyik belőle a víz itt is, vagy ott is, meg akárhol rakod, ugyanolyan víz folyik belőle. Se nem hideg, se nem meleg, hanem közepes. Folyik. Közepes. Te se tudtál akkor meleg vízzel zuhanyozni? Hát folyt a víz, én annak örültem, de és zuhanyoztam. De hogy nem volt meleg neked se? Én se tudtam beállítani, csak azért. Hát én, ahogy így körbenéztem, nem voltak ilyen elvárásaim, hogy meleg legyen, folyjon. Már így, hogyha 24 órát a motoron töltötök, titeket sem azt fog érdekelni, hogy meleg vagy hideg, hanem hogy van vagy nincs. Aztán amíg folyik, addig gyorsan zuhanyzok. És nagyjából ennyi volt a fürdés. Megnéztem, hogy van-e ingyen szappan, hál' Istennek volt. Úgyhogy addig nem a sajátomat használtam. Úgyhogy vannak ilyen szállások is. Hál' Istennek folyik belőle a víz. Pozitív. Nem tudom, hogy az, hogy már egyre több szálláson vagyunk így az elmúlt pár évben, vagy csak öregszünk mi is, de hogy egyre kényesebbek lettünk mi is a zuhanyzókra, vagy nem tudom, nem? Mert hogy így a horvátországihoz képest azért ez egy kicsit... Az olyan, a baj azzal, hogyha az ember nagyon fapados szállásokat is foglal, hogy mondjuk az ilyen, ami... nek más mondjuk biztos örülne. Jó, mi is örülünk neki. Mi is örülünk. Tehát nincs ezzel semmi baj, csak úgy meg tudom én. Mondjuk, hogy a zuhanyrózsát nem lehet feltenni sehol. Nem, de eredetileg sem volt helye. Tehát, igen, hogy nem, hogy jött valami magyar és ellopta, hanem eredetileg sem volt hely, hogy azt oda fölakaszd. Jó, meg lehet oldani, csak ezek ilyen apró, ilyen kényelmi. Ilyen apróságok, hogy az étkező asztalon kell főzni a kávét, mert ugye fasza, hogy itt van, amúgy a mosdó alatt volt a kávéfőző, de vagy bedugom oda a hűtő helyére, ami azért eléggé lényeges, jó, hogy ne olvadjon le, azért ezek vagy nem dugom be. Elég szép igényes kialakítások. Itt, na mondjuk a szekrényen belül, kit érdekel, nem a legszínvonalasabb, na de hát olcsó. Mondjuk annyira olcsónak nem mondanám, mert hát, 103.000 három éjszakára. Plusz viszont... még 30 euró volt, mert az idegenforgalmi adót azt nem a Booking vonta le, meg az utolsó reggelre kértünk reggelit, ugye, és ez volt összesen 30 euró. Viszont van lift, természetesen a második lakunk hol máskor. Hogy a motorosok miért mindig az emeletre mennek? Mindegy, és nagyon jót aludtunk, mert nagyon kényelmes az ágy. Tehát, hogy van előnye, hátránya, itt látjuk a motort a parkolóból. Mondjuk 7 órakor ledöltünk egy kicsit vacsora után, hogy majd... reggel 6 órára kell adni. Igen, hogy majd még este azért legurulunk a városba, aztán kicsit csavargunk, de reggel 6 órakor keltünk, úgyhogy... úgyhogy ennyi. Na, megyünk motorozni, mert... gyakorlatilag ezen a motoros túrán eddig csak szövegelés volt, motorozás meg alig. Everything is dark, only ghosts in the sky. Drinking in the bar, thinking what there's a life. Everything was lost, not a soul, sing a song. When our glances met, a love story was born. Two strangers dead. Let's take a walk.
dogs. I look at a beautiful smile. See a smile was the most beautiful thing in the world. When we kissed, our love story was born. Two lovers sharing the sadness and the joy. Two lovers laughing like kids with their toys. Kiderül, hogy milyen malom, mert azt se tudom, de az előbb már felmentünk, de arról is láttam a videót. Tja, de jó, ezt el is fogadnám. Így, ez mondjuk tényleg. Itt egy napszemüveg. Odébb rakom, hát ha valakinek még szüksége lesz rá. Szerintem, ja nem. Van magyar? Nincs. Oda az árán mellé. Hát az oszlopról ledobta azt a másikat is. Vagy oda is jó. Nem nagyon van magyar szerű se. Hova mutattak? Hát én azt te mutattad. Annak idején valószínűleg ki lehetett írva. És hát egy nagyon pici látszik csak a malomból. De mindjárt indulunk tovább. Mert
megtaláltam, hogy hol vagyunk. Valami eszméletlen hosszú neve van. Azt hiszem, itt látjátok. Le Moulin François Nazel. És még ott van egy felirat. Hát ennyi. Mit kívánsz? Táncsikálok. Nincs ebből a kávé. Utána már jobb lesz. Anélkül életképtelen vagyok. Mi lóg itt rajta te? Mi? Lógott itt rajta valami. Pacsit? Pacsit? Adj egy pacsit. Lábaddal. Így. Pacsit? Ügyes vagy. Magadtam. Nálam van. Pacsit? Pacsit. Adj egy pacsit. Pacsit. Figyel! Jó van, ügyes vagy. Megtanulsz a magyarul. Tessék. Na, lett egy kutyánk. Lehet, hogy hazavisszük. Hogy ki meg ne lássa. Hogy hívják? Gaia. Gaia. Szevasz. Szia, Gaia. Gaia. Kérsz még egy kaput? De lehet, hogy nem itt nekünk mondani. Holland vagy ilyesminek. Na, végigjöttünk a Kapkorszon, egészen majdnem Bastiánál vagyunk. Nekem eddig nagyon eszembe se jutott régen, hogy Korzika, meg eszembe nem jutott volna eljönni. De Lost Bikernek láttam videóját, és igencsak meghozta a kedvemet hozzá, és hát nem bántam meg. Azért ez a Kapkorsz, ez tényleg nagyon jó, ez a D80-as út, nagyon hasonló a horvát 8-ashoz. Nem tudnék dönteni, hogy melyik a jobb, másabb. Másabbak a kanyarok, keskenyebb az út, nincs korlát, azért ez nagyon durva. Na, megvilágosodtam. Ezért jó motoros videókat csinálni. Nem azért, mert hű, de olyan nagy élményeket ad nektek, hanem azért, mert lehet, hogy egy olyan helyet mutat meg, amire aztán eszedbe se jut, és mégis elmész. Na, és akkor majd az ad igazi nagy élményeket. Úgy, ahogy mi is jártunk. Mert nekem nem jutott eddig tényleg eszembe Korzika, hogy úgy elmennék, nem? Mert féltem neked? Én azt sem tudtam, hogy ilyen a világon van. Tehát úgy hallottam már Korzikáról, de hogy biztos ilyen puccas nyaralóhely, meg mit tudom én. De eddig ez rohadt jó. Úgyhogy ezért van értelme videót csinálni. Hát, ha a mi videóink alapján is valakinek megtetszik egy hely elmegy, és az lesz élete legjobb élménye. Hát. És akkor mi is hozzájárulhattunk. Hát. Ennyi. Ennyi a nagy megvilágosodás. Lassan indulunk vissza. Ugyanazon az úton körbe megyünk, ahogy jöttünk. Mert ez történt egy kis malőr. Kaptunk ugye egy papírt, ami rajta van a belépőkód, hogyha x ideig nem érünk vissza a szállásra, és se azt nem tudom, hogy az hány óráig kell visszaérni, se a PIN kódot nem jegyeztem meg, úgyhogy
minél előbb elindulunk, eszünk valahol, azt egy viszonylag biztonságos idősávon belül visszaballagunk. Úgyhogy ennyi. Ballagunk? Hát visszaballagunk, nem? Hova? A szállásra. Hát azt gyalog szoktak ballagni. Akkor visszamotorozva ballagunk. Hát. Na úgyhogy... Nézzétek meg, hogy sikerül-e teljesíteni a küldetést, vagy a parkolóban alszunk. Hát, az már nagyon megy nekünk. Hm, ja. Mondjuk az inzulinom éppen fönn van, az éjszakai. Ja. Nagyon megy már ez a parkoló bocsövezés. Igen. Majd ide bevágom a képet, hogy Szilvi vagyok ott a parkoló padon. De lehet vágni? Hát, vágd. Na, mindenhol alszok. Lógott a fejed, ült, azt így lógott a fejed. Tudom, úgy azt szoktam. Azt bevághatom ide képbe. Vágjad. Akkor itt lesz, ezt figyeljétek. Mondanál a nézőknek? Ülj le. Mit mondanál? Mi? Nézzétek a MotoGubbi csatornát, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Na jó, még egyet tapasz. De akkor mondd el azt is, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, megnyomjatok egy lájkot.